Sziasztok, itt vagyok a Sugar & Candyben, a Gasztró 365-tel, Dórival és Enikővel. Dóri, mit is fogunk pontosan csinálni? Ma egy francia tártot fogunk készíteni, sós karamellel, csoki ganázzsal, és a végén díszíteni fogjuk gyümölcsökkel. Akkor kezdjünk is bele szerintem a tészta készítésébe. Kezdjük. Először ebbe az edénybe belemérünk lisztet és vanília örleményt, ezt nyugodtan öntsd bele. Szükségünk lesz még mandulalisztre, porcukorra. Így könnyű sütni egyébként, hogyha így minden így kivennél, és ki van pakolva. És hideg vajra. És csak ezzel nyugodtan. Ez egyébként egy gyúrt omlós tészta. És most oda megyünk, még jobb. Oda megyünk a géphez, és akkor a gép elvégzi a dolgát, és a legvégén tesszük bele a sárgáját. Okay. Jó, ezt adottam neked, és akkor mehetünk is. Akkor most elkészítjük a gyúrt omlós tésztánkat, amely tartalmazott 200 g lisztet, 50 g mandulalisztet, 50 g porcukrot, 125 g hideg vajat, és majd a végén egy tojássárgája kerül bele. Ezt jó, átadom. Igen. Szerintem jobban járunk, ha te használod, mint nagyon én. Fontos ennél a tésztán, hogy nem szabad túl gyúrni, mert akkor a zsíradék kiválik belőle, hogy gyorsan kell dolgoznunk. Ezt éppen kézzel is lehetne? Vagy azért nem ajánlatos, mert a kezünk melege felmelegíti a vajat, és akkor utána nagyon fog törni a tésztánk. Mikor kell a tojáshozzá? Vagy azt mondja, amikor elmorzsolódik a vaj, és akkor a lisztemcsik felveszik a vajat, akkor tesszük bele a legvégén. Most már látszik, hogy a közepe kezd összeállni, ilyenkor mindenképp meg kell állítani. És akkor a spatulával egy kicsit, ha körbe vagy összekevered. Úgy igen, mert könnyen leragad az aljára is. Okay. Szuper. És akkor újra elindítom. A sós karamellát, azt nagyjából mindenki szereti. Valahogy van egy ilyen különleges csengése, az a sós karamella, meg nem... Az sem mindegy, hogy milyen sót használunk, az is úgy dobni rajta. Olyan? Persze. Abszolút. Úgyhogy ugye a karamell, a csoki nagyon jól működik együtt. Ezt azt nagyon-nagyon szeretjük. Ugye van egy folyós karamell a közepén, és hogy szétvágod, folyik belőle. Úgyhogy wow. Eléggé vagány. Meg most ugye tudjuk friss gyümölcsökkel. És akkor a savak is nagyon jól tudni és akkor teljesen hozzá. Más textúra jön ki. Igaz, Dóri? Igen, egy roppanós aigaziból, egy folyós sós karamell, itt csokolád és itt a tényleg friss gyümölcsök, szerintem ez a legjobb négyes. Ez nagyon jól hangzik. Úgyhogy alig várom, hogy elkészüljön. Most mehet bele a tojásságja, mert nagyjából úgy felvette, elmorzsolódott igaziból. Jó, gyereki tojás. Nyugodtan készítheted a spatulával. Bocsánat. Már leszáradt. Jó, és akkor elindítom a gépet. Na most ezzel meg vagyunk, és akkor kivesszük az asztalra, és egy picit átgyújjuk kézzel, jó? Jó? Na, elcsavarod egy picit? Jó. Jó, és akkor ide jöhetsz is nyugodtan. És kiborítjuk, és kézzel át fogjuk gyúrni. Csak így? Igen. Jó. Igen, hogy összeálljon. Na, lesz ebből valami. És tényleg összeállt? Picit törős tészta, nem annyira homogén, de ezáltal nagyon jó lesz a végeredmény, nagyon roppanós lesz. Jó, és akkor hozok fóliát, becsomagoljuk, és akkor pihentetjük egy negyed óra, 20 percet hűtőben, ez nagyon fontos, fontos lépés. Most igaziból annyira puha a mennyezet, nem is tudnánk vele dolgozni. Ja, tehát azért kell pihentetni, hogy egy kicsit összejön a vaj, visszakeményedjen, igen. Jó. Ez mindig pihentetni kell. Jó. El is telt a 15 perc, lássuk milyen lett a tésztánk. Teljesen visszakeményedett, hogy picit átgyúrjuk, hogy tudjunk vele dolgozni, kinyújtjuk és beleillesztjük a formákba. Okay. Jó, át is adom, most kinyugodtan, és akkor az egész átgyúrjuk. Tényleg nagyon más állaga van, mint amikor beraktuk. Igen, hát nem véletlenül vannak férfiak leginkább ezen a poszton, mert ezen igen, ehhez kell erő. De hát nekem ugye. Ezt egyben így, mint nyugodtan, előbb? Igen, nyugodtan, aha. Mintha gyúrmáznál. Okay. Hát jó. Én nem leszek ezzel, lesz szerintem egy darabig. Meg fogja adni magát, nem sokára. Igen. Jaj. És mi a kedvenc süteményed egyébként? Hú. Ilyen a
házias inkább, vagy szereted a különlegesebbet, mondjuk francia cukrászat, ezekre Minden jöhet igazából. Minden az jöhet? A baj, hogy ez ilyen kedv, évszak, éppen aktualitás függő, hogy van, hogy valamit megkóstolok, és hogy akkor abból minden. De az örök klasszikus, ami nem sütemény, de szintén ilyen cukrásztermék, az a fagyi. Az bármikor a fagyi. Jó is lesz. Jó. Jó, és akkor megmutatom, hogy fogjuk kinyújtani. Jó. Felszedjük. Egy kezes technika. Tanulok. Igen, egy picit alá kell biztözni, meg kell menned a tapad. Fontos nagyon, hogy mindig szembe állj vele. Nem így, szembe a tésztát forgatjuk magát, jó? Uh-huh. Így tudod a legnagyobb erőt kifejteni. Meg az az érdekes, hogy egyébként olyan könnyűnek tűnik mindig, és amikor ott állsz, hogy csinálni kell, akkor hát azért nem annyira nem. Gyere, próbáld meg. Hát könnyebb. Jó, minden nyújtás után nyugodtan nyújtsd. Fontos, hogy igen, hogy ne csak középen, hanem jó, két végén is, igen, mert különben a középen nagyon elvékonyodik. Okay. Nagyon rátapad, hogy nyugodtan egy pici lisztet tudunk rászólni. Csak nem szabad túl lisztezni, mert majd borzasztóan ragadni fog. És most akkor? Igen, alá nyúlsz, és fordítod, és mindig viszel be egy kis lisztet. Jó. Jó, egy picit alá is lisztezek, hogy biztos nem lenne probléma. Jó. Dori, egyébként ebben mindegy, hogy milyen mandula liszt kerül, mert ugye már finomabb, meg van a nagyobb szemű. Ebben a tésztában igazából majdnem mindegy, mert ez egy gurtomlós tészta, úgyhogy lehet. És a mandula liszt, az tulajdonképpen miért is fontos bele? Ettől lesz sokkal roppanósabb, kicsit zsírosabb a tészta a mandula véget, ezért nem fog kiszáradni a tésztánk egyáltalán. Meg elegánsan. Igen. Elegánsabb. Ízében nagyon sokat ad, hogyha megkóstolunk egy mandulalisztes linzert, vagy egy simát, ízben nagyon sokat ad. Szerintem jó lesz. Jó. Ezek a kis tártkarikák, ebbe fogjuk bele illeszteni a tésztánkat, és mutatom, igazából gyorsan kell dolgozni, hogy ne melegedjen fel a tészta. Beletesszük, és utána bekerül a fogyasztóba egy 10 percre. Fogyasztó megint? Igen. Jó. Mutatom akkor, hogy fog készülni. Okay. Nagyon óvatosan alányulunk. Fontos, hogy mindig itt végezzük ezt a tevékenységet, mert majd meglátod, belerakjuk, és utána akarjuk felemelni, ilyessük a tésztánk, mert az adott lemezen kell készítenünk. Megfogom ezt a kis karikát, bele fog férni. Nagyon nagy tűnik, de itt vannak ezek az ujjaim, és ezekkel illesztem be nagyon óvatosan, hogy ne törjön a tésztánk. Ha megtörik, mint ahogy látod, akkor egy picit rásegítünk, összenyomogatjuk. Jó, ha így benne van a tészta, de az következik, ha megnézed, hogy nagyon ilyen homorú, és így nem lesz eléggé peremes, ezért belülre belerakod az ujjadat, és így körbe pörgeted, hogy szép éle legyen az. Jó, a következő. Ajaj, jó. És akkor megadtam, hogy elvetted. Középre illeszted. Úgy jó. Jó, és nem szabad erősen nyomni, mert akkor elvágja a karika széle. És akkor így próbáld így segíteni. Igen, belesegíted a formába. Úgy. Úgy. Már egy része benne van, akkor utána könnyen. Kicsit álltad. Jöhet a következő. Akkor most vihetjük is, berakjuk a sokkolóba. Jó. Kicsit, ez marad itt. Mutatom, és ha lehet, akkor folytatjuk. Hányféle sütit készítetek egy nap? Körülbelül szerintem olyan 15-20 féle sütemény forog így a kezünk alatt. Igaziból ez nagyon függ a szezontól, hogy milyen gyümölcsöket, alapanyagokat hogy tudunk beszerezni. Mert igyekeztek egyébként szezonális mindenképp gyümölcsöket választani? Persze, megyünk a piacra. Hát tényleg, onnan lehet a legjobb dolgokat beszerezni. Úgyhogy... Meg egyébként tehát maga, hogy átlássuk ezt a dolgot, nem úgy készülnek a sütik, hogy aznap, tehát mi mindig másnapra dolgozunk. Uh-huh. Ugye előző nap készülünk a másnapra gyakorlatilag, ami reggel kimegy a pultba, azt ugye előző nap csináltuk, mert ugye nem lehet. De hogyha ugye itt van ez a csodaszer, így ezzel aznap is ki lehet adni sütemény, de általában ugye. És akkor napközben is szoktatok már az napra, vagy már a másnapra? Már a következő napra. Igen. Jaj, ez nagyon hideg. Nem. Hát de hogy csak -40 fokos. Tedd le gyors.
lefagynak az ujjaim. Jó, és akkor mutatom már is. Csak egy kis késre lesz szükségünk. Le fogjuk vágni a kilógó részeket, nagyon fontos. Kint, bentről kifelé fogjuk készíteni, mert ha befelé vágsz, akkor be fog borulni, törni. Jó, egyet megmutatok. Ennyi a feladat. Kifelé húz az élét. Otthon mondjuk, hogyha ezt így otthon készíteném el ezt a tésztát, mennyi időre kell a fagyóba berakni? Fagyasztóba körülbelül szerintem egy 10-15 perc, de hogy hozzáérsz, ha érzed, hogy, hogy már megdermedt, akkor ki is lehet venni. Jó. Nagyon picit megszurkáljuk, hogy ne jöjjön úgy föl a tészta. Le fogjuk ezeket súlyozni, mert ha most nem tennénk bele, ez széle belecsúszna, a közepe meg így földomborodna. Uh-huh. Úgyhogy ezeket a kis karikákat sütőpapírral együtt beletesszük. Többit nyugodtan tedd bele. 180 fokon, légkeveréssel fogjuk sütni. Először egy olyan 8 percet állítok be körülbelül, de mindig rá kell nézni. Ez nagyon függ mindenféle sütőtől igaziból. Uh-huh. Úgyhogy... Talán arra megyünk. Igen? Hosszítod nyugodtan a lemezt. És akkor ide középtájra satszoljuk be. Ide vagy egy a fentet? Amely szimpatikus. De innen kivenni már nem fogom így. Úgy, igen, az már más. És akkor most várunk 8 percet, de közben én már készültem késztártokkal, hogy lássuk, hogy milyen lesz a végeredmény. Jó. Igaziból így fognak kinézni a kis tárcsaink. Ezért volt nagyon fontos, hogy az ujjunkkal belülről lenyomkodjuk, hogy ilyen szép éle legyen a kis tártoknak. Kivettük belőle a súlyokat, amit majd amúgy sülés közben ki fogunk venni, mert fontos, hogy anélkül süljön a tészta, hogy minden része megsüljön. Mennyi idő után kell kivenni belőle a súlyokat? Körülbelül egy ilyen 6 perc után ránézünk, és utána szerintem ez a 8 perc pont jó lesz a végeredményhez. Ja, a tártunkhoz szükségünk lesz egy sós karamellás szószra, amit most fogunk lefőzni. Szükségünk van hozzá 200 g kristálycukorra, 120 g vajra, fél kis kanál sóra, 250 g tejszínre, és ami a titok, az a tonkabab. Isteni illata van, ez a kedvenc fűszerem, és akkor ezt bele fogjuk reszelni a tejszínbe. Adok is. És a tejszínről még annyit, Dóri, hogy milyen tejszín? Mindenképpen állati tejszín, 30%-os zsírtartalommal. Nagyon fontos, mert ezzel fog csak működni igazából. Adok is egy tonkababot. Körülbelül a 1/3-ára lesz szükségünk, igen, azzal. És akkor nyugodtan reszelheted itt előtt. Rárakod, és akkor nyugodtan csak a körmödre vigyázz. Jó, az nem mutatna jól benne. Sose szabad hideg tejszínt beleönteni, hogy ezt egy picit meg fogjuk melegíteni, mert ha egyből beleöntenénk majd a karamellünkbe, akkor az összeállná egy csomóba, és sose lenne belőle karamell. Akkor csak mikróban melegítjük? Elég mikróban, igazából. Akkor meg is érkezett a tejszín, és akkor feltesszük a cukrot karamellizálni. Jó. Nagyon fontos, hogy folyamatosan kevergetni kell jó és egy olyan fokon alatt, nehogy elkezdjen, majd ha látod, hogy elkezd olvadni, nehogy oda kapjon a szélén, mert a karamell azért könnyen meg tud égni. Picit tedd ide, vedd le. Lerakhatom csak? Aha, igen. Nyugodtan tedd le, és most is kever, ja. Kever, igen. Érdemes sokszor levenni a tűzről, és akkor azokat nyugodtan így püföld szét, mert azoknak szét kell jönnie. Ha látod, ilyenkor is karamellizálódik, mert olyan forró az edényünk. Ebben nem nagyon kell belenyúlni, ez az ügyi, mert nem. Hirtelen. Ezt akkor nem postolom már kivételesen. Most következik a vaj és a só. Ne lepődj meg, mert nagyon sisterenni fog. Igen, ja, meg nem. Nyugodtan kever, csak fogd följebb a fokon alatt, hogy a gőz ne csapódjon rá úgy óvatosan. Nem érdemes nagyon felé hajolni. Igen, mert a gőz belecsapódik az arcodban. Ahogy ez elolvadt, fölvette a cukort, utána fog belemenni a meleg tonkababos tejszínünk. A sorrend az számít, ugye? Nagyon sokat számít, igen. Azt hiszem, lehet, hogy majd én keverem. Tehát, ha belemenjük a tejszínt, ez nagyon föl fog futni. Jó. Nem fog kifutni, csak első körben lehet, hogy ijesztő lesz. Jó. Ez az állag, ami már jó, hogy újra habzik. Uh-huh. És akkor mehet hozzá a tejszín egy része. Nagyon fontos, hogy fog kevergetni kell, különben ki fog futni. És nagyon hátul fogni a fakan alatt, hogy nehogy ránk csapodjon, mert ez nagyon égetni tud. Amikor látom, hogy felvette, akkor mehet hozzá a következő rész.
kicsit itt hagyjuk az asztalon, hogy hűljön, és akkor utána betesszük a hűtőbe. Jó. És akkor folytatjuk a csokoládéganázsot. Folytassuk az csokoládéganázsunkkal, ehhez melegítettünk 100 g állati tejszínt. Itt van nekünk ebbe 50 g étcsokoládé és 100 g tejcsokoládé, így lesznek jók az ízek, hogy nem lesz ez a nagyon kesernyés, de mégis lesz tartása. Most akkor mehet bele a csokoládé a forró tejszínbe. Nyugodtan. Igen. Igen, most hagyjuk egy nagyon picit, hogy dolgozzon a forró tejszín, és akkor utána majd ezzel haverővel tudod el. Ez ugyanolyan 30%-os tejszín? Igen. Minden esetben csak állati tejszínnel dolgozunk. Tehát nem csak a krémekhez, hanem mindenhez. Uh-huh. Nem csak a csokihoz, hanem mindenhez. Tehát nincsen növényi tejszín, ezt nem szeretjük. Az egészen más. Azt mondom, hogy ez nem is lehet úgy dolgozni. Mármint növényi tejszín, mint kókusz tejszínt, azt használunk a paleós süteményekhez, de mű tejszínt, azt egyáltalán nem használunk. Igen. Jó, hát igen. Pontosítva. Igen, pontosítva. Jó, most nyugodtan elkeverheted a haverővel. Egyszer csak össze fog állni. Ez is? Egy fényes ganást kell kapnunk. A ganás egyébként pontosan mit jelent? Tejszín és csokoládé. Tejszín és csokoládé. Összemelegítve. Ennek a mértéke lehet különböző, attól függ, hogy mihez használjuk fel. Félre is tehetjük. És akkor aprítsuk össze a pirított cashew-diót és mandulát, hogy legyen egy kis roppanós rész a tártunk aljába. Jó. Úgyhogy vegyek egy, nem sokat, úgy teljesen jó. És akkor apróra aprítsuk össze. Jó, tudom, hogy ennek is van technikája, bár én azt nem tudom. Teljesen. Nagyon fontos, hogy a magokat minden esetben pirítsuk meg, mert különben nagyon nyers íze van, így hozza ki a karakterét igaziból a magvaknak. Tulajdonképpen nincs is más hátra, összeállítjuk a tártunkat, vannak a szépen megsült tártok. Olvasztottam egy kis tejcsokoládét, és akkor ezzel a belsőt kikenjük, hogy ne áztassa el a töltelékünk. Csak teljesen, vagy csak az alját? Teljesen, igen, csak vékonyan. Akkor ezzel meg is vagyunk, és akkor szórhatsz bele mandulát és cashew-diót az aljába. Ez telik csak az aljába szórni. Telibe legyen, vagy csak... Szerintem így jó. Így jó, hogyha néhol felbukkan. Ha ezzel meg vagyunk, ezt is betesszük a sokkolóba egy pár percre, hogy megszilárduljanak a csokiba a magok, igen. És utána következik majd a sós karamellás réteg. Lehűlt a tártunk, meg dermedt a csokoládé, megnézed, és akkor jöhet a lefőzött sós karamellünk. Oké. Okay. Öntsük belőle. Ne adagoljam túl, ugye? Ne, egy vékony réteget önts belőle, úgyhogy körülbelül ellepje a magokat. Jó, pedig. Okay, úgyis egy picit így mozgast, hogy mindenhol legyen, minden színénél. Most ezek megint visszakerülnek a hűtőbe, hogy dermedjen ez a réteg is, vagy aztán rá tudjuk önteni a csokoládéganázsunkat. Oké. Okay. Beöntjük. Nagyon fontos, hogy legyen pupos. Jó, úgyhogy ne teljesen peremik, egy pici válatta. Ennek telébe így bele kéne fedni? Teljesen befogja, igen. Jaj, de szép. Szuper. Megint visszamegy a sokkolóba. És akkor ahogy megdermed, utána fel fogjuk díszíteni. Oké. Okay. A legjobb része következik. Akkor is készültünk. Próbáljátok ki otthon nyugodtan. Szerintem megéri, bár még nem is szóltam. Enikő és Dóri, köszönjük szépen, hogy ezt megmutattátok nekünk. Próbáljátok ki, és nézzetek minket jövő héten is.